Tehát van két vállalkozó, az A vállalkozó, meg a B vállalkozó. Mind a kettőnek van 20 millió forint nyeresége év végén. Az A 10 milliót elkölt magára, jó, de 10 millió nem lehet ingatlant kapni, ezért fölvesz 20 millió hitelt, és 30 millióért vesz egy ingatlant. Ezt kiadja, és ebből a pénzből 10 év múlva kifizeti a hitelt. Következő évben megint csinál 20 millió nyereséget, és itt jön a probléma, hogy miért csak 20 milliót csinál, azért, mert keresett egy jó lakást, nézegette, aztán hitelügyintézésbe ment, aztán papírozott, aztán kicsit felújította, aztán egy kicsit ráköltött, aztán kiadja, akkor még egynek adja ki, de igazából szorgalmas, a következő évben is van 20 millió forint nyeresége. 10-et elkölt, 10 megmarad. Szerintem meg milyen jó ment, fölveszek 20 milliót, veszek 30-ért egy ingatlant. És szépen ugye összesen 10 plusz 10 év múlva lesz 10 ingatlanja, ami ér valamennyit.